Tényleg azt a videót nézzük már meg, amit elküldtél nekem, stoppen. Várjál csak, Messenger. Én azt nem néztem meg, csak mondtad, hogy engem nem lead benne, vagy mi a fasz. Még nem ébredtek fel ehhez. Uh, meg van ez a Miami gyerek, mi mi mi, mu, mu, mu. Ki ez, aki lebuktatta a másikat, aki rajongóját vetköztetett vagy mi, bement, festett körömmel a tévében. Nagy büszkén, hogy ő volt az, aki spicli, meg az én linkemet használja a Twitch csatornájához. delipeter.hu A régi videóknál van egy olyan linkem, hogy reklámoz nálam pénzért, hörbitv.com per mit tudom én. -e? Azt már többen visszajelezték, hogy ha arra rákattintanak, akkor bejön ennek a hominak a Twitch csatornája. Hogy gyaludni, hogy másnál oda belefír, mint bele Sajnos nem én vettem a doményt. De vissza tudod vásárolni, itt van Frizi a cseten, ő csinálta, ő vele kell megbeszélned. Vissza tudod vásárolni a domaint. doményt. Másnál ott <síns> <síns> Nem tudnék aludni, hogy mit tudom én, Freddy valaki a régi videóknál, a rossz PC játékoknál valaki rákattint egy linkre, és én ott bejövök. Úgyhogy az nem az ő engedélyével, meg nem fizetek érte, meg nem is fizette, hanem úgy. De fizettünk! Vagy én nem, de frízi fizetett érte. Megvette a doményt. Te meg nem. Te, az, a az, te hibád, hogy te nem hosszabbítottad meg a doményedet, és valaki más megvette. Ez így működik. Akár is, akár nem. Hogyha youtube.com domént valaki nem fizetné ki, az eredeti tulajdonos, akkor képzeld, hogy az is az én Twitch-emre vezetne, hogyha megvásárolnám. Csak az a baj, hogy Hörbi már kicsit elitta az agyát, meg boomer, meg nem kéne annyi frontin tenni, sörök mellett, és akkor lehet, hogy tudna gondolkodni, és, és nem ilyen dolgokon agyolna. Bár, hogyha naponta fel kell tölteni egy órányi nyersanyagot a YouTube-ra, annak a pár száz embernek, aki megnézi a igen, Igen, uh, akkor, akkor azért van probléma. Hörbi nélősködök, nyilván. Nyilván ezért néznek engem többen, nem őt megoldom valahogy. Meg mindenki magából indul ki, hát akkor ez egy ekkora pedofil. Hogy... Igen, pedofil vagyok. Az ő hátán másztam fel. Miami, Miami, Manki. Valamilyen ember. Ez a gonoszság jelle mostanában, mert most, hogy beszéltem, hogy az OVEN szemétkedett. Még a Nikinek kellett megvédenie. Neki is azt hiszem, hogy egy festett körmek. Ja. körme. A festett körme Buzi meg, kendri. Aki nekem hogy van barátnője, meg nekem is van barátnőm a festett körmemmel, és nem tudom, hogy Hörbinek meg ugye nincs. Tehát akkor nem tudom. Meg Hörbinek van egy videója, amiben bevallja, hogy leszapott egy palit, meg benyújt a seggével, meg ilyenek. Nekem nincs ilyen videóm. Szóval nem, nem, nem tudom, mi, mi alapján lehet levonni a következtetést, hogy én mondjuk buzi vagyok. De figyelj, ez az ászló, ez segít a megítélésemen, szóval, Hörbi, ha ezt látod, hidd el, hidd el, hogy ez az ászló sokkal, de sokkal több szeretetet tartalmaz, mint a te apád, mert tudjuk jól, hogy neked olyan nem jutott az apától. És ezért lettél egy ekkora balfasz. De fiú, most ha valaki nem tudná, mert itt azért itt felnőttek vannak. Nem, hogy Én is felnőtt vagyok, hello. Gyerekeket gyűjtöm, tilos. A Youtube-on. Hát beszarok, milyen hát szexi. Most hideg lesz, de ne öltözz fel. <laughs> <laughs> tudtam, hogy rögni fog. <laughs> Vödröt, né, szarnak. Hát, vagy fázzá. Ő 15 éves lány, aki itt van? ez a lány, aki most ott van, ő 15 éves? Stoppen, nem? Nem vágom a hörvénynek a lóriát, az a baj. Az a vicca lánya. De az előbb mondta, hogy ne öltözzön fel. A 15 éves lánynak. Hogy, hogy, hogy a világról nem az jut eszedbe, hogy hintázni, vagy fáramászni, vagy homokozni. Hát egy gyerek, mit, mit írkálsz itt hülyet róla, hogy mit csinálnál vele? Idén pedig, Peti, már a seggével óta elfoglal. Hát amikor utoljára itt volt, akkor február. Balázs is így néz, és ugyanazt mondtuk, hát eltelt egy év. <laughs> az azért van különbség. Hát... Eltelt egy év, igen. Tehát most nem 14, hanem 15 éves. 15 éves. Az a jó. Ha tetszik. Az a jó? 15 éves az már jó, nem, Örbi? 44 évesen vagy hány évesen 15 éves kislánynak a seggét nézni, az kurva jó. Tudod miért? mert veled egykorú nő hozzá sem érne. Növeli az önbizalmát a fiatalnak, hogyha. Lány lennék, 15 éves lány, megnézzen az utcán, meg a Tesco-ba a seggemet, az biztos kurvára növelni az önbizalmamat amúgy. Az valóban. Tökre önbizalom növelő. Kicsérik a rokonságba, vagy hogy hogy hívja magam, itt az apja is mindig dicséri. Az az apja? Régebbi videójában mondta, hogy azzal nincs baj, ha kicsapja neki. Ja, hogyha kiveri a kutyának? Persze, az teljesen jó a kutyának, nyilván. Hát, fú, amikor itt összekalkulálták, hogy én biztos azt vettem fel a boldba, akit szerintük felvettem, én azt ismerem, az egy velem egy idős, vagy tőlem idősebb nő. Hát, aki egy picit is ismeri az ízlésemet, mi, van? Mi, mi, Miért lennék én egy 50 éves nőve, nénivel? Normális a kezed. De egy társkeresőbe Brighton 18 kötőjel 25 bazd meg. Társkeresőbe 18 kötőjel 25 bazd meg. Hát miért lenne egy nénivel? Tesó, azért mert egy bácsi vagy! Fogd már fel! Hogyha elmennek melletted az emberek, egy bácsi vagy! Csókolommal köszönnek az utcán! Fel kéne fogni agybaj, már nem 15 éves vagy! És dobáljon fel ezért, anyukat. Anyukat. A normális ember ebben a korban már apuka vagy anyuka. Na, azt szerintetek mennyi idős néni volt ott? Biztos néni volt. 50 éves néni volt, láttátok? Na nézzük, mit mond rá, Hörbi. Felvettem. De imádom a vékony lábokat, szombokat felvettem. Láttad, láttad, vagy fel tudtam venni közelről, de miért gopróval voltam így, de így, így legalább benne. Na ez a zsánerem, mikor mesélem nektek, hogy szétrobban a faszom, amikor... Aha, ez a zsánere. Szétrobban a fasza. Amikor a boltba elmegyek 15 éves lány mellett. Szétrobban a fasza. ha ez nem lett úgy konkrétan nevelve a virág, hogy hozd a vonalzót, rácsapok a körmödre. Ha nem átragadt rá az őszintesség és a nagy szív. Te csak gondolt egyet, menjetek ki a konyhába. Mi? Mert kitakarítom. 15 éves nem ezt szokták mondani a 15 évesek, hanem azt, hogy menjetek ki, mert szülök. Vagy mit tudom én. Jön három barátnőm, a Pornhubon fogjuk egymás pináját nyalni. Érted, mit mondok? Radikális módszerekkel mondom. Aztán kiment. Nem mondom, utána megyek, már, mert azért a seggét szeretem nézni. És ez ember mondja azt, ha én is picli vagyok, mert bekapom a pedofilokat, meg hogy, meg hogy én festem a körben és buzi vagyok. Ha buzi is lennék, te akkor sem lennél több nálam. Semmivel. Na és az ilyen faszapok miatt nem szeretek inni. Mert én semmiképpen nem akarok alkoholista lenni. Én, én, én nem akarok ilyennél változni, és annyira örülök, hogy ennek az embernek nincsen gyereke. Őszintén, annyira örülök, hogy elvetettétek diával azt a gyereket, mert annak a gyereknek a sorsa geci. azzal az, azzal az idióta nővel is veled. A annak a gyereknek a sorsa az egyik legrosszabb sors lett volna, mert te csak koldolsz a kurva interneten, és semmit nem csinálsz az ég a világon, de még azt is szarul csinálod. Mert régen voltak szórakoztató videóid. Régen még én is néztelek. Gyerekként baszod! És most itt vagyok felnőttként, te pedig egy vén fasz vagy, aki még mindig 15 évesekre veri a faszát. Az egyetlen szexuális interakció, ami történik veled, az az, hogy kivered a kutyádnak a faszát. Beteg állat, geci. Undorító. Annyit nem érez az ember, hogy leköpjük. Mondanám, hogy a szájára vette a nevemet, de még a nevemet se vette a szájára, mert, mert, nem tudja megegyezni bazd meg. Vagy csak nem akarja. Mert úgy érzi magát felsőbbrendűnek, hogyha azt mondja, hogy az a Oven meg valaki, meg az a Miami Monin Monin. Küldjétek el azt a videót, ahol azt mondta, hogy kiverte a kutyának. Azt hittem eddig, hogy undorodok az ilyen dolgoktól, de leszoptam. BÁÁÁÁ Anya! Anya! Apa vagyok! Menjünk vissza! <tot> Nem. Nem ő az apja. Nem ő az apja. Nem engedném gyerekek közelébe ezt a faszt. Most még gyerekként bánik vele aztán eltelik egy év, és akkor már ki tudja, hogy, hogy fog bánni vele. Mert ugye eltelt egy év. Ez egy nagyon jó indok rá. Lehet, hogy egy év. Mi volt a csaj neve? Nem Kitty vagy Brigitte vagy Brigitte! Mi volt a csaj neve? Én nem, mert legalább 16 éves a csaj. Mi a fasz? Hát várjál, számolj meg egyet, pedig. Azt számoljad -e, a volt ez a botvány kértében? De tőlem kérdezed, aki... két hete látta az egészet egy videósnál? Bocs, mert volt. Valami... No. Kovács Zsolti. Kovács Zsolti. Ja, tudom, tudom. Azt végignéztem azt a videót, aztán én csináltam a reakció de hogy kifigyelt a kislányra. A szülők hibája. Teljes mértékben igazad van, Hörbi, a szülők hibája. Menjenek csak a pedofilok szabadlában, basszák meg az összes gyereket, a szülő hibája. Legyen tönkretével a gyerek, az ártatlan gyereknek az élet, azt is simán tönkre lehet tenni, csak azzal, hogy megbaszod. Mert az a szülő hibája, hát miért engedte oda? De a gyerek az, az nem dát erről, hogy neki faszopó szülei vannak. Ja, az nem fog kommentelgetni nálam se. De most, hogyha ez alapján, a gondolkodásmód alapján indulunk ki, akkor téged ki a faszom nézett volna 2014-be, ha nem a gyerekek, Hörbi? Ki a rák nézett volna téged 2014-be? Csak gyerekek néztek. Mert a felnőtt emberek nem pazarolták el az idejüket ilyen fasságokkal. Mert akkor még nem volt ez a trendi. Akkor még nem a YouTube-ot nézték az emberek, hanem inkább tévéztek. Biztos, hogy nem fognál a Szóval jön. azért tegyük már tisztába az ősembert, embert, hogy a büdös kurvának neveljük a tíz éves kislányunkat, akkor ott a szülőt kéne elővenni, nem a nosikát. Mert azért a, vannak olyan ruhadarabok, meg kinézetek, amik arra utalnak, hogy ki, valaki basszol <coughs> <Jó, rám> meg. <coughs> El Én nem tudok erről a Én tudok, már 40 éves vagyok, nyugi. Jó, bocs, már hozzunk. Szimpatizál pedofilokkal, hát persze, hogyha olyan ruhát vett fel egy lány, aki egy kicsit is kint van mondjuk neki valamilyen, vagy bármiért, -e, tehát az, az felvetél rövid rövidnadrágat, és látszott a combja. Büdös kurva. Hörbé szakértő vágod, ő 40 éves, vele nem lehet vitázni, mert ő 40 éves. De, de én befejezem. Jó, nyilván a szülő. Tetsz. Ugye az állatoknál is van ez az... a párba. Hogyha... Várj, a fogja meg a sőnöket, hogy érteni az, amikor... A miniszoknya az azt jelenti, hogy valaki dugjon már meg, mert már nincs sok híja. Ja. A magas sarkú kopog, hogy minden férfi oda nézzen, hogy hol kopog az, akit meg kéne baszni. És amikor 14 éves kislányokat így szülők beöltöztetnek, és kibasszák őket YouTube-ra, Instagram-ra, TikTok-ra faszom, akkor nehogy már ne higgyük azt, hogy ez 26. Vágyad. Ami... A... Édes Istenem, geci! Nem a szülő adja rá ezeket a ruhákat hanem ezeket a ruhákat a lányokkal és saját magának, mert azt látja az interneten, hogy más lányok is így öltözködnek, idősebb lányok. És mivel egyszerű és idősebb lány lesz, ezért szeretne hasonlítani rájuk. Van egy ilyen dolog a társadalomban, hogy az emberek idősödnek. Nem tudom, hogy észrevette, de van ilyen. Felnőnek az emberek, és vannak, vannak sajnos hamis dolgok, hamis képek, lányoknak a fejében, kurva sok embernek van hamis kép a fejében, hogy hogyan kell kinézni egy nőnek, és nyilván egy kislány nem kislány szeretne lenni, hanem nő. Gondolom, amikor te gyerek volt, le, te is szerettél volna hasonlítani a felnőttekre. Azt akartam, hogy az apukádra, az apukádra nem szerettél volna hasonlítani. Bár sikerült, de most ez egy másik kérdés. Te is alkoholista lettél, pont mint ő, ezért is jó, hogy neked nincsen gyereked, mert nem akarom, hogy azt a sorsot élj át a gyerek, mint amit te éltél át gyerekkorodban. Bár nem tudom, hogy mi igaz abból, amit te a videókban, hogy tényleg az apád berakott egy szekrénybe, agyonvert és lehugyazott, de hogyha ezek megtörténtek veled a gyerekkorodban, akkor eléggé ad egy magyarázat arra, hogy most miért viselkedsz úgy, ahogy és miért miért úgy éledet az életedet, mint ahogy most éled. Meg hogy miért iszol. Bár szerintem pont egy jó példát adott, hogy miért nem kéne innod, mert nem akarsz olyan lenni, mint ő. De mégis sikerült. Lányok 80%-ának hamis kép él a fejében arról, hogy hogyan kéne kinézni, de igen, a szülő hibája persze. Mi a kelleti magát szexre egy gyerek, hogyha a szülő nem hülye? Az az igazság, hogy én most... Hát csak hülye a szülő. Hát egy a 14 éves kittin, legyen citromsárga, mikiegeres, póló, meg egy ilyen uzé, bemelegítő. Jó, kérdem én. 14 évesen te jól érezted volna magadat, hogyha egy Mikjegeres felsőben kellett volna menned iskolába, mondjuk. Mert azért 14 évesen szerintem nem azon a szinten vagy, hogy Mikjegeret kelljen nézned. Ez kibaszottul lealacsonyító. De akkor jó, alacsonyítsuk le a 14 éveseket erre a szintre, hogy Mikjegeres felsőt kell felvennie. Akkor kérdem én, a 15 éves lány miért nem alacsonyítod le erre a szintre? A 15 éves lánynak miért nézed meg a seggét, hogyha a 14 évest azt még Mikjegeres felsőbe tennéd? Tehát egy év az ilyen kurvasokat számít. Vagy, vagy hol húzzuk meg a határt, Hörbi? De ha egy miniszok nem van rajta, egy kopogó szípő, meg egy top, akkor az azt jelenti, hogy valaki dugjon már meg. Akkor mit csodálkozni? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szélsőséges dolog, amiről most ő beszél. Kibaszott, kevés olyan lány van, aki ilyet felvesz, és annyira fiatal. Szerintem legalábbis. Ez akkor sem ad jogot arra, hogy zaklasd, vagy, vagy egyszerűen megbazd, vágod? Tehát nem, nem értem. Felsőbbrendű, mint egy 14 éves lány. Hát az a baj, hogy agyilag valószínűleg kicsit lentebb van a hörbi. Élettapasztalata sincsen túl sok, mert már elfelejtette a sok ivást miatt. Ez egy szó van. Még az anyja is kurva. van. igazad lenne, komolyan, mondom, hogy ez így, hát még az anyja is kurva az ilyeneknek. Hát ez izé. Ez... Megsugom, Kingával már találkoztam, beszéltem vele, sokáig jóba voltunk amúgy idősebb nálam, csak mondom, tehát ez egy 17-es story. Csak jelezném, hogy amúgy idősebb nálam. Ö, nem. Nem öltözködött túl, mint egy kurva. Valószínűleg az anyja sem volt kurva. Valószínűleg senki nem volt kurva. Miből vonta le a következtetést, Hörbi? Mert abban, hogy neki most van egy ilyen hamis kép a fejében, és hogy ezt kivetíti a streambe a buta embereknek, és a buta emberek ezt elhiszik, az gáz. Ez az állatvilágban is működik, hogy felhívás arra, hogy valaki dugja be a faszát a pinámba. Igen. Igen, van. csak az, pont hogy attól vagyunk felsőbbrendűek az állatoknál, hogy mi tudunk gondolkodni. Vagyis én tudok. Azt, hogy te mennyire tudsz, a van vannak kétségeim, de... A miniszoknya, a kopogós cipő, a smink... Az, az a, a smink az nagy probléma. Az aztán a szexre hív fel. Az arcodnak kurva sok köze van a szexhez, ha már az állatvilágról beszélünk, nem tudom melyik kutya kezd el csókolózni amúgy. 14 éves gyereket nem sminkelünk össze. TikTokon. Ott se, sehol. Ott se. Aki kisminkeli magát, az kivancs azt akarja jelezni, hogy dugjuk meg. Akkor mit csodálkozik, hogy azt mondjuk neki a YouTube-on vagy akárhol, hogy vetkőz le. Édes Istenem, geci. Csod- Miért csodálkozik? Miért csodálkozik azon, hogy azt mondják neki, hogy vetközön le? Hát festék van az arcán, ergo, vetköz le. Mi? Hol? Hol van a vonal? Hol lehet ezt összekötni? Mi a faszom megy lennek az embernek a fejébe? Édes Istenem! Ó, bazd meg! ah! ezt nem bírom. Szia, Sandra. Éppen szétbasz az ideg. Szandra, képzeld el, hogyha, hogyha kisminkeled magad, az azt jelenti, hogy azt akarod, hogy basszanak meg. És ne csodálkozz azon, hogyha valaki azt mondja, hogy vetkőzz le, mert ki vagy sminkelve, és az azt jelenti, hogy basszonak meg. Te akarod. A smink egyenlő azzal, hogy meg akarod basszatni magad, hörbi szerint. Ebből pedig kialakulhat egy hamis kép, ha nem realizálja magában, hogy még gyerek és túl sok mindent vállal magára, stressz, stb. Ebből idősebb korban is lehet. Így van. Ez, ez teljes mértékben egyet tudok ezzel érteni. Miért baj, ha szépen akar öltözködni egy lánya, ahogyan jól érzi magát? Attól még nem lesz kurva. Ezért ezt általában ízlésesen és nem azért, hogy megbasszák őket az ilyen 40 pluszes pedofil idióták. Szerintem attól, hogy most egy 14 éves lány felvesz egy kicsit kirívóbb felsőt nyáron, az, az, az nem hiszem, hogy mondjuk azt jelenti, hogy őt meg lehet baszni, Meg hogy el lehet kezdeni zaklatni Facebookon, hogy vetközzön le képeken. De hát, hogyha, ha részegen csinálod, akkor az mentességet ad, ugyebár, hogyha részegen zaklatsz lányokat, mert ugye illuminált állapotban voltál, Nosika megmondta, Nabu megmondta, mindenki megmondta. Ára nem mondta, hogy illuminált állapotban volt, csak simán nagy halott. Ha te mondtad, hogy akarsz dugni, akkor mit vársz visszafele? És akkor ott se anyáltatja magát a tévében, hogy azt írta rám, hogy hogy Hát na nem mondod, hogy te akartad. Hülye kurvák ezek még, az anyjuk is benne. Édes is. Az anyját úgy meg dugnám, meg a falért, a másikat. Az, benne, az, a baj nem, az, a nem, az nem csak az anyja. Akkor nosikára fogják az egészet, aki csak élt a lehetősége, mert azt hitte 26. Azt Hagyjad már. Ma... De hogy hitte azt, az meg? Hát ne csináljuk már, ember. Hogy lehet ennyire hülyeségeket beszélni? Nem, nem a Nosika hibája. Amikor már többször elutasítást ad egy lány arra, amit írsz, és te továbbírod a fasságokat, napokig. Az nem azt jelenti, hogy élt a lehetőséggel, ez zaklatásnak hívják, és a BTK-ben erre van van kitérés, tudod? Ez benne van a büntetőtörvénykönyvben. Van egy ilyen kategória. Nem kell utána nézni, csak felnézel a netre, hogy hogy néznek Jó, a 14 éves lányokat, hogy öltöztetik be a kurva anyjukba. Ez már TikTok videó. Nem, nem jön, Na, arra nem tudsz rábeszélni. Yeah. Arra nem tudod rábeszélni. Ahhoz képest most is, mit csinál a Hörbi? Ez egy régi videó. Most itt mondta, hogy a TikTokra nem lehet őt rábeszélni. Most mit csinál a Hörbi? TikTokozik. Kurva sokat. Van több TikTok. Már több TikTok fiókja is volt, mert kibannolták. Szóval, nincs meg kivágva az a részlet, ahol ugyanezt fejtegeti egyedül. Ma is mondta, hogy a TikTok rossz. A TikTok rossz, akkor nem, akkor nem tudom, miért töltögeti fel a saját fasságait TikTokra. Már annyira nem releváns, be az meg, hogy muszáj valamit csinálni, hogy releváns legyen. De az a baj, hogy nem, az embereknek már nem elég az, hogy te a kamera előtt vagy, tehát kell valami produktum is. Vagyis a szektádnak lehet, hogy elég, lehet, hogy azoknak az embereknek, akik most ott fekt, fekednek részege melletted, ők nekik most nagyon jó, hogy most a nagy hörbivel ihatnak, de ez kevés. Ez kevés ahhoz, hogy te ebből bármi olyan dolgot csinálj, amire mondjuk azt lehet mondani, hogy alkottál valami maradandót. Én azért csinálom, hogy én most azt mondjam, hogy bazd meg, én megváltam a világot a kurva streamjeimben, meg a videóimban, csak ülök a kurva gép előtt, úgy, mint te vagy bárki más, és beszélek egy mikrofonba, meg egy kamerába. A Hörbi még ezt se csinálja, tehát ő, ő, ő még ezt se. Most már olyan szint, szintekre süllyedt a Hörbi, hogy, hogy egyszerűen undorító. Közveszélyes munka kerülő definíciója. Valami ilyesmi amúgy. Tényleg. M én nem mondanám azt, hogy ő szórakoztat és most itt lehet vitázni, hogy kinek van több feliratkozója, meg ének, de engem többet néznek, szóval innentől kezdve ez engem igazol. Pedig én se tartom magamat a legszórakoztatóbb embernek, sőt, ki sokszor unalmas vagyok. A videóimat sem vágom olyan kurva jól. Az editorok sokkal jobban vágják meg, mint én. Inkább felkur, mint szórakoztat. De van, akit szórakoztat. Van, akit tényleg szórakoztat. Durva belegondolni, hogy volt, amikor neki volt itt a legnagyobb követőtábora. Ja, igen, Robi. Ha jön 18 év alatti felhasználó, szülője vagy más törvényes képviselője akkor azáltal, hogy engedélyezi gyermeke számára a szolgáltatás használatát, őre is vonatkozni fognak a szerződési feltételei, és tartozik felelősséggel a gyermek szolgáltatásban végzett tevékenységéért. Itt most arra akar térni ki a Hörbi, hogy az a szülő hibája, hogyha a gyerek fel van engedve az internetre, de kérdem én, hogy mondjuk például amikor te gyerek voltál, itt áll már? 18 év alatt itt áll? Az sem szabad amúgy. Törvényellenes. Szóval, gondolom történt ilyen, több mint valószínű. Azaz, 16 éven alul nem használhatja a YouTube-ot, 16 és 18 év között szülői felügyelettel, 18 év felett meg azt csinál, amit akar, mert bele lehet börtönözni, mint a szar. Na most! A ignoranciája elég komoly szinten van, engem nem tudsz meggyőzni mondata, elég árulkodó, egy kis intelligenciával rendelkező ember elég nyitott arra, hogy meghallgassa mások véleményét. De sajnos vannak olyan emberek, akik pont ez az ignorancia miatt nem tudnak annyi intelligenciát felépíteni magukban, hogy átgondolják mások véleményét, ami nagyon veszélyes is teheti az embereket, ha a közösségére zúdítja a saját véleményét. Egyetértek, szintúgy. Trólkodás bűncselekmény, igen. De pedofília nem. Az nem. Nekem valamiért. itt van előzményekbe. Kovács Zsolt itt, mint videó. Az ő lánya soha nem nézett Youtube-ot, azért kicsit hihetetlen nekem. Az nem az ő lánya, az diának a lánya, neki szerencsére nincsen gyereke. Mert hogyha ennek, ennek az emberek lenne egy gyereke, az, az. nem a legjobb sorsú lenne. De ja. Szerintem a Kimberly is nézett Youtube-ot. Sőt, az a lány, aki, aki, akit. Most, most azt akarom mondani, hogy 16 év alatt nem lehet nézni a Youtube-ot, mert veszélyes, de a 15 éves lánynak a segét meg lehet nézni. 40 évesen. Ez a kettő, ez így nem fér össze amúgy szerintem, de a Hörbi szerint teljesen. Nem beszél ellen saját magának, nyilván. Nézd tovább, megmagyarázza. Jó? Nézd. Most kidobta a Youtube. És az volt a címe, hogy Nosika visszatér, mint művész mondom, olyan ismerős ez a nosika. Ugye rákerestem, és akkor ilyen botrány vannak, de ezek szerint már tudjátok, hogy mi volt ez az egész hogy 14 éves csajjal dumálgatott, hangüzenet, messenger, hogy cica, keressé fel Skype-on videóba, és legyen rajta egy cica drág, vagy az se. Na, én ezt értem, hogy ez egy fasság, meg nem szabad, de be, ha tudtok ilyen linkről, e-mailbe dobjatok nekem, hogy a fordítottjáról már beszélt valaki, amiről én pofázok 15 éve. 15 éve pofázik róla. Kis aki lovagal azzal vajon miért szokott találkozgatni lovakra, Gerri, a vagy a kiskorokat szeretni nézni és fantáziálni rajtuk. Azt a videót el tudod küldeni nekem? Mert azt tudtam, hogy törölve lett, de ha belinkelnéd ennek, nagyon örülnék. Mert van egy ilyen videó is, azt is megnézzük ezután. Uh, láttam, egy kb. 13 éves kislányjal egyedül ment el a Hörbi lovagolni. Uh, ja, egy ilyen kislányjal, hogy beszélgettek. A 14 éves kislány, hogy a francba talál... Hogy, hogy, hogy jutott el odáig az interneten, hogy Messengeren beszélget egy 31 éves videóssal? Hogy, ha tiltott neki? Vajon hogy? H hogy jutottam felnőtt YouTube-ra? Mert van YouTube Kids, ugye? Ha gyerekeknek készült dolgokra keresek, kerek, mese... Akkor ott mondja, hogy hé, te egy felnőtt bácsi vagy, miért ezt nézed? De próbáld ki a YouTube Kids szolgáltatást, hogyha gyerekként vagy itt. Egy érettebb 14 éves YouTube Kids-et fog nézni. Hát persze, persze, nyilván, egy egyértelmű. Mert lehet, hogy itt már akkor bedobolja ami <laughs> mit tudom én, Turi Tamás. Nem, nem tudom beállítani, amit tudod, Tamás, hogyha Youtube kids videót néznek, akkor csak Youtube kids fog bedobni utána. Vagy akármi a Youtube-on. Szóval hogy jutott el az egész ügy odáig, hogy egy kislány rá tudott írni? Vagy hogy ő ráír, ő rá. Mert ott mondta a Balázséknál a rádióban, hogy követtem már évek óta, és akkor tudta, ki vagyok. Iskolában nagyban tanulsz a háborúkra, meg minden, meg arra, hogy gyilkolják egymást az emberek, történelem órán. <laughs> aztán hazamész, és megnézed a kukásautót, nem a des kukásautóját, hanem a kerekmese kukásautóját. Csak random iszik, vágod, azt hiszi, hogy most ő elmondja a világ elmondja egy videóban, és utána úgyis le fogja törölni. Ö, csak, csak az a baj, hogy ezeket a dolgokat az emberek így lementik. Szoktam mondani, hogy amikor valaki megharagszik rám, mert felbaszta az agyamat, én meg visszabasztattam az agyát, hogy de én nem is tudnék a létezésedről, ha nem irogatsz bele az életembe. És most így kimondom, hogy ezt a budos paraszt barmot, bazd meg, miket írkál akkor hű, a hör, ez egy köcsök. Honnan tudtam volna bármit is mondani róla, ha nem tudom, hogy létezel. Te jössz bele az én életembe. Érted, miről beszélek? Hogy a nosika életébe bele kellett, hogy másszanak kislányok, hogy ő tudjon róluk, de Hörbi Red nem írnak rajongók? Nem hiszem hogy az Insta requestje egy nincsenek tele kisfiúkkal, meg kislányokkal. Bazmeg, ezek gyerekek! Nem gondolná azt, egy olyan emberről, akit ő néz a Youtube-on, nem gondolná azt, hogy bazmeg ő árthat nekem. Mert bízik benne, bazd meg, az ő videói nevelkedett fel és ez egy hamis bizalom, ami felépült a fejébe, de ezt egy 14 évesnek nem fogod tudni elmagyarázni, és az ő fejébe nincsen benne. Ő, őre nem egy idegen emberként gondol, mert a videóiban már évek óta órákat, tízezer órákat akár, hogyha mondjuk a te videóidról van szó, mert kurva hosszú videóid vannak, bazd meg. Rengeteg sok gyerek fog rádírni. Azért, mert akarnak tőled kérdezni valamit, beszélgetni szeretnének veled. Tök mindegy. Egy 14 éves lány is lehet, hogy csak szimplán beszélgetni akar veled és te meg, meg akarnád baszni. És akkor, hogyha meg, le, van kérdezve, hogy miért tennéd ezt, akkor meg azt fogod mondani, hogy hát de ő írt rám, hát magának kereste a baj. Ez jönnek az anyja is kurva, akkor majd az anyját baszom meg. Hogy lát valaki ennyire együtt? Én csak azért beszélek erről az oldalról, tőlem kiforgathatjátok, tudjátok, hogy én minden szart eltűrök már ő minden szart eltűr. Remélem ezt mindenki hallotta. Itt most a vágó manin beszél, csak mondom, ő, mentsétek le a videót, vagy nem tudom, mert valószínűleg le fogja -e töröltetni. De ő mondta, hogy minden szart eltűr, szóval nem cenzurázok ki semmit. Reméljük, hogy eltűri. Viszont itt egy videó, ahol itt adjak hópot sörrel, és ö, az azt sajnos nem kaptam meg, amikor azt mondta, hogy verik -e a kutyának, vagyis arra azt mondta, hogy poén, de mindegy. Mit keresett 31 éves videós, nál 14 éves kislány. Hogy? Hát úgy, hogy nosik a Nosika konkrétan gyerektartalmat gyártott, kibaszott játékvideókat, meg vlogokat, ilyen kibaszott szar kérdésfelelek videókat, amiket konkrétan egy felnőtt ember nem nézne meg. Tehát kereste ő ezeket, nem magától mentek oda. Na, hogy a szülőket nem vették elő, hogy mi van? Az hogy ez hogy? ott van a szabályzatba. Mi videósok ezt elolvassuk, mikor az a szabályzat a nézőnek szól. Nem, az a szabályzat mindenkinek szól, aki beregisztrál az oldalra, mert a YouTube, fiók, az, a YouTube fiókot azt nem úgy regisztrálod be, hogy most a videósként regisztrálsz, vagy, vagy nézőként regisztrálsz, hanem csak beregisztrálsz egy fiókot. Azért, mert a csoport adminja vagyok, stalkolja az Instám és emleget. Igen, <laughs> ja, mert te ugye a tres csoportban az admin elkezdte emlegetni a nevedet, és azóta követed. Ó, oh, shit. Akkor lehet, hogy ezért emleget engem is, hogy kövessük. Lehet, hogy kell neki a cloud. Játszol nagy vélemény nyilvánítod, és ezeket teljesen elítéli, de hogyha minden kiderül róla, akkor már teljesen más állna a dolgokhoz, aztán már az sem lesz baj, hogy bemegy a Tesco, és a fiatal lányok segít videózza, és teszi fel YouTube-ra. Nem, az, az, belefér. Neki minden belefér, mert ő neki mindent lehet, tudod, hogy ő a YouTube-nak a magyar királya. Pont neki kéne tudnia a legjobban, hogy milyen, amikor valakinek pánikroma van, vagy depressziós, ahhoz képest, ha valaki ráír van, amikor tök agresszívan válaszol, leotogatja a kérdezőt. Aztán csodálkozik, hogy sokat sokatról meg roncsolja a az gyerekek lelki világát. Aztán az emberek lesznek pánikbetegek. Pánikromot kapnak, stb. Akkor most Hörbér saját pánikbetegségét a nézőire tolja. Ö, nem tudom. Valamikor csak szimplán egy agresszív fasz. Nem tudom, hogy el lehet-e vele beszélgetni jól. Ö, nagyon érdekes. De hogyha megnézzük, akkor nézzük meg. Várjál már, azt mondta, hogy a gyerekek azok... Nem is nézhetik az ő videóit a gyerekek. Na várjál, várjál, lemi up. Ebbe biztos nincsenek gyerekek, ugye? Hörbi közönség találkozó. Ott van Nabu, amúgy. Látjátok, ott van Nabu. Ö, nem tudom, ő, ő hány éves lett vajon? Hm? Nabu, Nabu itt tanult el a pedofiliát, lehetséges, nem tudom. De az Nabu, az Nabu. Ö, az a gyerek ott vajon hány éves? Hm? Hörbi. Ő? Ő hány éves? Ő egy lány amúgy, csak mondom. Vagy hány éves lehet Hörbi? Papíron nem is nézhetik a videóidat, nem? Akkor miért vannak ott? Miért nem akkor volt nagy a száll, amikor körbevettek téged? Miért nem küldted el őket a picsába? Az mit jelent? Te se tudod. Főnök Te le van gyerekekkel amúgy. Hogy is van ez, amit itt ebben a videóban mond a Hörbi? Hát már mióta van ez nálam témába? Nokedlik eltávolítva. Nokedlik eltávolítva, de amikor ott volt a közönség találkozó, és ez nem az első közönség találkozó. Miért nem távolítottad el a nokedliket? Miért nem mentetek el egy olyan helyre, ahol a 18 alatt be se lehet menni? Na miért nem? Azért, mert akkor max 5 ember lett volna a közönség találkozón, és nem 50. Szóval visszafele ez nem lett, küldjétek el, ha valaki erről beszélt. Jó, hosszan meg tud mindent is, mert én ennyit, amit most a Kovács Zsolti elmondott. Meg ugye végig is hallgatta ott a videókat, amit mit tudom én. Youtube-ról beszélek, mert abban mondta, hogy twitch volt egy live-ba ez. Én a twitch nem vagyok ott. Hála Istennek. Most. És akkor nézegeti a képeket, hogy Hát ez olyan 14-nek tűnik, én azt szeretem. Ráírok. Szia, Skype-olunk drágba. És akkor visszaír, hogy Hát én téged pont követlek évek óta. Ez arra milyen esély lett volna. Bazd meg. Vágott, vagy csak vannak, akik bejelölik, a bejelölik Téged is hány ember jelöl be? Csináltál olyan videót, hogy néződ de skype -os. Az összes kibaszott gyerek, akit felhívtál, mind kisgyerek volt. Te hívogattad őket, mert ez content. De hogyha ezt meg tudod csinálni videóban, akkor videón kívül is meg tudod csinálni, nem? Úgy már nem content. Azért a férfinál olyan gondolatok nem jönnek eleve elő egy bizonyos kor előtt. Akkor még látod, hogy gyerek. Te nyíle erővel fiú is lehet. Még, nincs semmilyen. Na mire gondolok? Gyerek. Figyelj, egy 13 éves lánynak is lehetnek pont olyan hormonai, hogy mondjuk nagyobb mellei vannak, mint anyádnak. Ettől függetlenül ezt nem jogosít fel arra, hogy te mondjuk őt szexualizált, vagy, 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 vagy megbazd, vagy zaklasd. Mert azt, hogyha tegyük fel, nem tudod. De nem tudod, hogy 13 éves, meglátod az utcán, akkor is random embert nem veszünk fel videóra. Csak, csak úgy így is mondani, hogy ez most kurva jól néz ki most. Azt, hogy te fejedbe ezt gondolod, és nem tudod, hogy 13 éves, jó, gondold az, hát most ez nem a te hibád, bazd meg. Meglátod, nagy a csöcse, nem tudod hány éves. De ha megtudod, azután már nem fogod szexualizálni, meg csak, csak elmész a faszomba, szóba se állsz vele, mert olyan helyzetben fogod magadat keverni, mint a Nosika, mint az Iron Channel, mint a Nabu. És egy normális ember nem akarja magát ilyen helyzetbe keverni és elkerül ezeket a szituációkat messziről. Messziről el kell kerülni a kiskorú lányokat, hogyha felnőtt férfi vagy. Ez ilyen kurva egyszerű. Csak hát ugye, ezeket, ezek a, az agyhalott buta emberek sajnos nem fejlődtek ki agyilag az arra a szintre, hogy ők a felnőtt nőkhöz tudjanak vonzódni, vagyis nem vonzódni, vonzódnának, csak a felnőtt nők nem vonzódnak hozzájuk, mert Hörbi is Ö, a mentálkapacitása kapacitása le van ragadva egy 16 évesnek a szintjén, vagy még, vagy még azon se. Mit keres egy gyerek az ő csatornája? Mikor tiltja a YouTube? Itt konkrétan a YouTube. Regisztrálsz? Igen. Itt a szabályzat, olvasd el. Elolvastad a szrányomnak, hogy igen. Te elolvastad amúgy, amikor beregisztráltál? Nincs az az Isten, hogy... Kajak, biztos, hogy nem. Vajon a Hörbi elolvasta? Mármint az anyuka, aki Segít regisztrálni a 14 éves pici kislányának. A 14 éves kislány szerintem már tud olvasni, meg rá tud kattintani magától, és nem kell az anyukának segíteni ebbe. Ha visszafelez, hogy jött létre, mert nem volt benne a videóba. Ennyi, hogy évek óta követtem, és akkor elkezdtünk <laughs> beszélgetni. De miért? Mi az, hogy miért? Mert a viccával hogy kezdtél -e beszélgetni? Azzal, az a, az a lovaslánya, hogy kezdtél el beszélgetni? -hogy, hogy, kezdtél el beszélgetni a, a Dancsó Péterrel? Hogy kezdtél beszélgetni az Anfielddal? A Szefivel, hogy kezdtél el beszélgetni? beszélgetni? Kastéle, hogy kezdtél el beszélgetni? Ezekkel az emberekkel, hogy kezdtél el beszélgetni? Ha nem a youtube ot kötött össze titeket, akkor hogy a faszomba kezdtél el beszélgetni velük? Mert ez össze tudja kötni az embereket, és ez lehet egy jó dolog is. Mindenki csak föl akart mászni átán! Mindenki, ő a legnagyobb ember, én is csak fel akarok mászni a hörbi átán. Ha most itt lenne, megcsókolnám a lábát ő hozza nekem a nézettséget. Csak az a baj, nem ilyen dolgokkal kéne relevánsá változni. Meg hanem az, az is volt benne, hogy bejelölte. De miért jelölte vissza? Hogy Na, jel igen, Nosika miért jelölte vissza? Mert szerintem a lány jelölte be Nosikát. Miért jelölte vissza Nosika? Hogyha látta egy kiskarú. Jelöl vissza egy 14 éves kislány. Egy filét. Ja, ja, hogy a Nosika jelölte be őt. Mert ha azelőtt is írt neki, azt meg nem látja gondolom kedves szülők, meg még a felnőttek is úgy vannak vele, hogy ide sosem megyünk. Hova? Most de, ide. Ez a kéretlen izék. Jaj, megnézem, hogy a vadidegenek mit írtak, vagy mi. Hát... Igen, lehet akár egy üzleti megkeresés is, nekem is jött már ilyesmi, meg youtuber vagy te is, szóval igen, meg fogod nézni, mert ö, akarod tartani a kapcsolatot a nézőiddel legalábbis a normális ember az valószínűleg így áll hozzá, de hogy neked valószínűleg lehet, hogy több a troll, meg az az ember, aki azt írja, hogy dögölj meg, mint az, aki tényleg valóban beszél szeretne veled, de ezért tettél, azért ezt valljuk be, mert nekem nem azt írják az emberek, hogy dögöljek meg, hanem általában kedves dolgokat írnak, tudok velük beszélgetni, sőt én is, tehát mindenkinek visszaírtam eddig szinte egytől egyig, és uh, tényleg aki normálisan állt hozzám, annak mindig visszaírtam. Ha még valakinek nem írtam vissza, annak visszafogok, mert sok a Volt 12 éves lány, aki rám írt segítségért. Nem tudok rá úgy tekinteni, hogy most ő... Nem, nem, tudom szexualizálni, bazd meg. 18 alatt nem vagyok képes ezeket szexualizálni. Undorító. De nem tiltott? Tehát most, hogyha rám ír egy 12 éves kislány, akkor nem fogom azt mondani neki, hogy takarodj el a kurvanyádba, főleg, de akkor, hogyha segítséget kér. De én nagyon nem szeretem, hogy ilyen fiatalok nézik a videóimat, ezt meg is szoktam mondani, hogy azért ez, az, szerintem az, az néz inkább valami más kontent, mert nagyon nem neked való. De, ja, vannak, vannak értelmes 14-13 évesek, de vannak nem értelmesek is, és, és vannak olyanok, akiket lehet befolyásolni, olyan dolgokra, amiket még nem szeretnének megcsinálni, mint például az, hogy vetkőzzenek le. Minden fiatalabb valaki annál hamarabb tudod ezt befolyásolni. Sok ilyen van. És ez, ez, ez kurva gáz. Ugyanilyen példákkal támadja a stábtagokat? Hát igen. Egy ténylegesen pedofil ember. Hát a lányok otta! A lányok Hát ő írt rám, hogy... Neked meg kéne legyen annyi eszed, hogy tudod, hogy ez egy kislány, és meg valószínűleg nem fejlődött ki agyilag arra a szintre, hogy ő tudja, hogy mit szeretne. Ilyen pici korunkban megtanítják, hogy ne szállj be idegen autójába. Ne állj szóba idegenekkel ez volt az első mondat, amit meg kellett tanulnunk, hogy kimondjuk, mert még nem tudtuk azt, hogy Szisa! De, no, de ezt normálisan mond ki. Jó, nyáj, szóba, idegenekkel. Na, ez a legfontosabb. Tegnap is ezért kaptam Kecsi a kínos. A réten nem emlékeztem. Fogyatékos. És mi van, ha úgy rám, hogy ismerkedni szeretne, és mondjuk 15 éves? Nem érsz vissza, Góztalod. Vagy rajongóként kezeled, és megmondod neki, hogy figyelj, én nem akarok veled semmit. Örülök, hogy kedveled a kontentemet, Hogyha bármi más szeretnél csinálni az ismerkedésen kívül, meg nem akarsz hozzámérni, meg nem akarsz velem semmit, akkor. Ok és lehet beszélgetni vele. Nem tiltott. Tegyük fel. Itt vagyok én. Lassan 22 évesem. Rámér egy 13 éves lány. Nem fogom elküldeni, mondom, de biztosan nem csinálnék vele semmi olyat. Szóval... Érted, mit mondok? visszafele senki nem vezette le, hogy mi hogy a faszba jöhetett létre. Igen, mert nem a gyerek a hibás, egy gyereket nem lehet hibáztatni. Tudod, hogy a törvényben is van ilyen? Kiskorúra más, má, más a kezelés. Másik kell kezelni azt, hogy egy kiskorú követel bűncselekményt, mert még agyilag, agyilag, nincsen azon a szinten, hogy tudja, hogy ez most bűncselekmény vagy nem. Az úgy jó, regisztráljuk a gyerek. 18 pluszos youtube ra regisztráljon a gyerek, hogy tudjon írni. És honnan szedte a 18 pluszos a youtube a úgy? Ezek meg azt mondják, töltsem le a Red Dead Redemption 2-t, meg ilyen hülyeségek. Na most akkor teszem én fel a kérdést, Hörbi. Elmentél ezzel a kislányjal lovagolni. Ez a kislány max 13 éves. Most itt alapból te nem egy idegen ember vagy ennek a kislánynak? Miért engedték el a kislányt a szülei egy alkoholistával az erdőbe kettesben? De ha bármi történik, akkor az a szülőhibája lenne. Hörbi szerint ugye az a szülőhibája lenne. Tehát akkor most, hogyha már el lett engedve, a kislánya Hörbivel, akkor most már Hörbi a felnőtt, tehát akkor ö, ő vigyáz a kislányra lényegében. De ez, ez, alapból nekem annyira kibaszott vírt, hogy egy felnőtt ember egy kislányjal bármit csináljon. Tehát nem, 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 nem az, hogy így, Ez most nem szexuális dolog, meg semmi ilyesmi, tényleg csak elmentek lovagolni, de... Nem jutna eszembe az, még 22 évesen se, hogy egy kislány nézőmmel, aki lovagol, mondom, nem próbáltam ki a lovadat, és akkor elmegyek lovagolni vele, meg videózni. Nem 16 éves vagy már, hogy random lányokkal, randizgas kislányokkal. Megmondta a nézőknek, hogy érettebb a koránál a kislány. Pára már el is kezdték mondani, hogy pár év múlva ő lesz a Peti barátnője. Fú, kicsi mundarító. Amikor nem tudsz veled egy akar közös hangon lenni, látszik, hogy valami gebasz van. Így van. Elégel. Most gondolj, az a kislány. Én gondolom, ő, ő gondolom a szüleivel van ott. És akkor mondjuk a szülő megkérdezni a Petitől, hogy ő amúgy a kislányod? Nem. Rokonod? Nem. És akkor így... Haló, rendőrség? Tehát egy... Dude, what the fuck? Nem. De amúgy ez tényleg elég jó, jó példa amúgy, hogy ott is, 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 is a kőbányait az erdőben egy 13 éves kislány mellett. Az alkohol az általában ö, jót tesz az embernek az agyával, nyilván, és ö, biztosan beszámítható dolgokat fog csinálni. Gratulálni tudok tényleg. És ezek után képes volt az ember azt mondani, hogy én vagyok a spicli, amiért be bemártottam a pedofil embereket, és én mekkora egy fasz vagyok. Az szuper. Tehát, ja, ez a kislányom is videózgat. Tehát egy 13 éves kislánya videózgat, de... Ja. Dark Web feeling-e van ennek a videónak egy kicsit, amúgy igen, valóban. Ö, nem tudom, ebben a hörbis fasságból amúgy még lehet, hogy egy videót is csinálnak, szóval uh, stay tuned. Na, szevasztok, cseh! Gyere! Gyere, Alex! Alex! Gyere! Gyere, Alex! Alex! Itt a kutya! Mi, ne Ne, Oh no 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 no.